A tanúk meghallgatásával folytatódott az eltűnt villanyszerelők tárgyalása a győri törvényszéken. Mácsik Zoltán 2018-ban tűnt el nyomtalanul, a vád szerint egy Ikrényi telken gyilkolhatta meg egy vállalkozó, E. Imre azért, hogy ne kelljen megfizetnie neki a tartozását. A vádlott azonban, ahogy az eljárás egész alatt, úgy szerdán is tagadta a vádakat. Mácsik Zoltán testvére azonban a tárgyaláson is azt mondta, biztos benne, hogy bátyja gyilkosa ül a vádlottak padján. Persze mi is, én is felkészültem, jöttem ide, mert tudtam azért válaszolni normálisan, mert mondtam, hogy az öcsém rendezett anyagi körülmények között él, Ausztriában dolgozik, semmi oka nem lett volna eltűnni, vagy akár ilyen bűnözőknek dolgozni. Ugye egy ilyen kényszerhelyzetbe került, nem kapta vissza a pénzét, ugye az Éles Imre találkozóra hívta, és utána azt hiszem gondolják az a többit. Az ügyet később összekapcsolták egy másik villanyszerelő Orlik Vilmos eltűnésével is. Ő ugyanis hasonló körülmények között tűnt el, és ugyanúgy dolgozott együtt E. Imrével. Özvegye a bíróságon azt mondta, amikor férjét nem érte el, kollégáit kezdte felkeresni, de ők sem tudtak segíteni. A Vilmos elment szerdán délután 14:30-kor Győrbe, és hogy azóta nem tudnak róla semmit, hiába hívják őt telefonon, akkor se nem jelentkezik, ki van kapcsolva, és hát ugye én is ugye próbáltam egész reggeltől, hajnaltól hívogatni őt, de ugye én se tudtam elérni, mert ki volt kapcsolva, és ilyet a férjem soha nem csinált. Mácsik Zoltán özvegye csak úgy, mint a többi tárgyalási napot, úgy ezt is a bíróság épületében töltötte annak ellenére, hogy mint későbbi tanú nem léphetett be a tárgyalóterembe. Vilmos családja van ma mai napon jelen, és nagyon fontosnak tartottam azt is, hogy velük itt legyek, és ha másképp nem, lelkiekben támogassam őket, és ebben a nehéz helyzetben úgy gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség van, és ugye, mint ahogy eddig Zoli most Vilmos családjától is a törvényszék egy másfajta emberről kap egy képet. A várhatóan hosszan elnyúló tárgyalás sorozat jövő szerdán folytatódik.